Asztali tenisz országos versenyeken jeleskedett a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola diákja Dobó István. Édesapja révén kezdett el pingpongozni még kiskorában. Lehet benne mozogni, fejben is oda kell figyelni, és ez tetszett meg neki, erőssége a szerva. Édesapám révén lementem vele egyszer edzésre, és megtetszett, és azóta játszok. Mi tetszett meg ebben a sportágban neked? Ez, hogy lehet benne mozogni, és hogy fejben is jobban oda kell figyelni. És mennyire lehet gyorsnak lenni? Tehát miben vagy jó szervában? Tehát mi az erősséged? Hát attól függ, mert mindig mindenki abba, aki legtöbbet gyakorol rá, de én leginkább szervában. És úgy emlékeztem, hogy ebben dicsért az edződ is, te a Kovács Déjese keretei között versenyeztél. Melyik a legemlékezetesebb versenyed? Az újonc Top 24 országos bajnokság Szegeden. Mit kell tudni erről a versenyről? Nem, az országos ranglista versenyeken elért top 24, legjobb 24-ben benne levő játékosok mehettek erre a versenyre. Ezek szerint ebben benne voltál, hanyadik helyen? 20. helyen voltam. Az ország legjobb 20 játékosa között versenyzett több alkalommal. A sporttól fejben is erősödött, kicsit gyorsabb, kitartóbb lett általa. Angol, informatika, matematika volt a kedvence. Fejben erősebbettem mentálisan, és kicsit gyorsabb is. Tehát a kitartást, a precízséget, ezt megtanultad ezáltal? Igen. És ezt hogyan tudtad kamatoztatni a mindennapi életben, az iskolában? Tehát mennyiben változtál? Gyorsabban tanultál, vagy rendrakóbb lettél? Mesélj egy picit erről. Hát jobban be tudtam osztani az időmet az edzések miatt, és annyit tanultam, amennyi kellett, és utána el tudtam menni edzésre. Az iskolában mi volt a kedvenced, hiszen most 8-os vagy, tehát ebbe alaksz a refiből. Mely tárgyakat szeretted legjobban? A angolt, az informatikát és a testnevelést. Ezek így hogy jöttek a testben, és azt értem, de mondjuk miért pont ez a két tárgy? Angolból aránylag jó vagyok, és informatika az meg csak érdekel. A Karcagi Refiben folytatja tovább tanulmányait, de a sportolást a debreceni keretek között folytatja. Az ország legjobb 15 asztali teniszezője között szeretne lenni. Ehhez még több edzés vezet Véri Dobó István, aki informatikával szeretne tovább tanulni, de az asztali teniszt akkor sem hagyja abba. A 15-be benne lenni. És ehhez mi hiányzik még benned? Tehát a gyorsaság, vagy érzed még, hogy mit kell fejleszteni? Vagy az edződdel beszéltetek már erről? Hát csak több edzés kéne. Ennyi igazából. Az mit jelent a több, hogy ez most heti 2-3 volt, és ezt kell növelni? Heti 3-4 volt, és még egyszer egy edzés. Legalább egy. Említetted, hogy apukád révén szeretted meg a pingpongozást. Szoktatok még együtt játszani? Hát nem nagyon szoktunk, mert én csak edzőkkel játszok, és ő meg más. Van, de hát azért baráti alapon. Hát úgy igen, úgy szoktunk. Ő még aktívan sportol? Igen. És büszke vagy rá, hogy megtanított téged erre, vagy egymás versenyén azért ott vagytok? Hát ő szokott leginkább vinni engem versenyekre. És miatta kezdtem játszani, és ezért ez így jó. És hogyan készülsz a érettségi után? Mi szeretnél lenni? A sport megmarad? Hát a sport az szerintem igen, vagy hát szeretném, de informatikával szeretnék tovább tanulni. Tehát akkor mondjuk nem szerepel a következő 8-10 évben, hogy országos első, második, vagy harmadik, vagy különböző bajnokságokon ott legyél a dobogón, hanem inkább csak amikor idősödsz, akkor már csak kezdtelésből, vagy azért intenzíven szeretnéd folytatni? Akkor is versenyszerűen szeretném folytatni, de most... És Karcagon képzeled el? Nem, mert tavaly óta már Debrecenbe vagyok, odaigazoltak le, és tavaly óta ott játszok. És mennyivel másabb ott? Hát több idő van ott edzésre, és... ott más gyerekeket tudok játszani, akik velem egy szinten vannak, vagy nagyobb szinten. Te
Tehát nem visszahúznak téged a teljesítményben, hanem ösztönöznek arra, hogy még jobb legyél. Igen. És egyébként mindig ilyen szükszavú vagy, vagy vidám vagy, tehát mesélj egy picit az elmúlt 8 évedről. Hát inkább szükszavú vagyok, de vidám is. És milyen közösségi ember vagy? Hát inkább a viccesebb része szerepet töltöm be. És akkor most milyen volt visszajönni az iskola falai közé? Furcsa volt, de jó volt, mert tudtunk találkozni. Hogyan fog telni a nyarad? Hát megint megyek edzőtáborba, nemzetközi edzőtáborba. Megyünk nyaralni, meg nyelvvizsgázni is mennék. Igen? Tehát ez most akkor középfok lesz? Középfokú nyelvvizsga, igen. És ez így tudatosan elhatározott, a 8. végre nekem kell egy nyelvvizsga? Igen. Gimnáziumra. Van olyan ellenfeled, akivel oda-vissza, tehát mondtad, hogy első, második, tehát akivel így felváltva vagytok a dolgon? Igen, van, szól neki. És ő miben jobb, vagy te miben vagy jobb? Hát neki hetente akkor megy edzeni, ahányszor szeretne. Neki több edzése van. Hát akkor én azt kívánom, hogy akkor középiskolásként is legyenek szép eredményeid, és hát akkor ez a nyelvvizsga meg legyen sikeres. Amen, köszönöm.